A Soprodi és Mórágyi táncosok után vasiak következnek. Gencsapáti, Kozármislenyi és Hosszú Hetényi táncosok. Vas megyében a 19.-20. század fordulója óta tárják fel a megye zenei és szokás hagyományát. A filmes néptáncgyűjtés 1948-ban Molnár Istvánnal vette kezdetét, majd Pesovár Ernő, Martin György, Kis Gyula, Kaiser Gyula, Antal László tevékenységével bontakozott ki a gyűjtés. Ahonnan most táncokat látunk, az Gencsapáti, megye legnépesebb faluja. A falu, a, gyöngy a falu népművészete a Gyöngyös Bokréta mozgalomban, majd 1948-ban a Gyulai Centenáriumi Fesztiválon került igazán a figyelem középpontjába. A korabeli emlékezet szerint a gencsi férfikar elementáris erővel táncolja a gencsi verbunkot és második helyezést ér el, illetve Vince Ferenc a szóló kategóriában első lesz. Feri bácsi generációkat tanított táncolni évtizedeken keresztül, és 1993-ban vele alakítják újjá az együttest. 1998-ban a Gencsapáti legény C szerveződik újjá a legény élethez tartozó szokások életben tartó közösségeként. Az együttes a seprűs, botos kanásztáncok az ugrós és verbunk vasi változatai, valamint a lassú és friss csárdások szintén több vasi faluból tanult és összeöltözött változatai mellett a polgári táncok némelyikét is repertoárján tartja a gencsapátiak után két baranyai település táncosait látják majd a színpadon. Kozár Mislény és hosszú hetény színpompás viselettel, sajátos népdal, néptánc, népszokás és tájszókincsel, tájszólással bír. Kíséri a táncosokat a Bekecs együttes és az Engő Várkonyi Rezes banda.